Sziasztok, kedves hölgyek, urak! Itt vagyunk az SK bázison, és nem sokára elindulunk egy nagyon-nagyon izgalmas felzabáltuk részt forgatni. Négy helyet fogunk megkóstolni, most összeszedem a csapatot, aztán indulunk is. Közben megérkeztünk ide az I-55-höz, itt vár ránk Szabi. Szia, Szabi! Szevasztok! És igazándiból a videónak az a koncepciója, hogy mindhárman nagyon szeretünk foci meccset nézni, és eljöttünk felzabálni a kedvenc helyeinket, úgyhogy ahogy említettem, az I-55-tel kezdünk. Nagyon izgalmas menüvel készült az I-55 az EB idejére, egykezes tálaknak hívják őket, és ennek igazából az a lényege, hogy az egyik kezeddel fogod a piádat, a másik kézzel meg tudsz enni, és egyiket se kell kiadnod, egyiket se kell elengedned, a kivetítőn tudod nézni a meccseket, és baromi kreatív neveket adtak nekik. Nekem a kezdőrugás tetszett meg az egyik legjobban, mivel ez az első hely ma, amit felzabálunk, meg hát a fiúk a mai teljesítményükre egy piros lapot megérdemelnek, úgyhogy szabáljuk fel. Azt hiszem, elég jó munkát végeztünk a fiúkkal, szinte mindent bepusztítottunk, és ez igazából egy kicsit teszt is volt, ez az evés. Gyakorlatilag kíváncsiak voltunk, hogy tényleg meg lehet enni ezeket a tálakat egykézzel, és azt hiszem, elég jól helytáltak, tényleg ez egy egykezes tál, tökéletesen megfelel neki, nagyon jó rajta minden, nekem a csirkeszárny és a sertés szűz nyárs volt a személyes kedvencem, és a szószok is nagyon-nagyon jók. Most így röviden rangsorolnám is őket. Volt egy szerintünk cseresznyés barbecue szósz, nekem ez volt a top, aztán volt egy füstös, ez egy ilyen tejfölös, hagymás, kicsit remuládra hasonló, a sajtszósz is baromi jó, egyébként azt így nem látjátok, de én voltam a konyhán, és tényleg ilyen elképesztően nagy lábasokban rotyog, és volt még ez a paradicsomos, nálam ő volt az utolsó, de egyébként ő is teljesen jó volt, és nekem ez volt a kedvenc köretem, ez egy ilyen tallér vagy érme burgonya, házi, brutálisan jó. Na hát szerintem azért illik a kezdőrugással kezdeni, ezen volt ugye a kukoricanacsosz, a köret, volt rajta egy kis rösti burgonya, egy kevés camembert, volt rajta paradicsomos sajtgolyó és egy cornflakes bundás csirke is, igazából hozza, amit ígért, tök jó az a tál. És akkor a második tál volt a piroslap, ugye ezen volt a megyes barbecue szósz, köretnek a dollárburgonya, ez tényleg nagyon-nagyon jó volt. Volt rajta ropogós csirkeszárny, barbecue csirkeszárny, egy angusz nyárs, meg egy fokhagymás gyömbéres sertés szűz. Nekem személy szerint tényleg ez a sertés szűz volt a legjobb, meg alapvetően ez a tál, ez a szívemnek sokkal kedvesebb. Nagyon jó a csirkeszárny is, a ropogós tényleg ropog, ahogy ígéri, és egyébként ez nagyon kevés helyen van így, úgyhogy nekem ez baromira tetszett. Még meglepetésként a tálak után kikértük az étterem egyik legikonikusabb ételét, a deep dish pizzát, és nagyon-nagyon keményen néz ki. Mi egy brisket nevezetűt kértünk, ebben van cheddar szósz, van benne cheddar sajt, savanyított jalapeno, meg gyöngyhagyma, és igazából ami miatt én ezt választottam, az a barbecue marhaszegy és a sajtnak a párosítása. Brutálisan jól néz ki, úgyhogy szerintem menjünk rá. Hát azt hiszem, eddig sikeres volt a felzabálás, ezt is bepusztítottuk. Tényleg amúgy nagyon kemény ez a pizza, egyszerűen brutális, nagyon-nagyon-nagyon sajtos, és hát a szeggyel együtt ez így nem tud tévedni. Nagyon jó benne a kis savanyított jalapeno, meg a savanyított gyöngyhagyma, kicsit kibalanszírozza az egészet. Én az utóbbival annyit csinálnék, hogy kicsit kisebb darabokra vágnám, hogy könnyebben lehessen fogyasztani, de egyébként tényleg nagyon-nagyon jó az egész kaja, és hát szerintem első fél időre egy ilyen egykezes tál, a másodikra meg egy deep dish pizza, ültök a kényelmes fotelekben, klimatizált térben, nézitek a kivetítőn a meccset, igazából nem kell más, szerintem egy jó meccsnézéshez, most pedig induljunk tovább a második helyszínünkre. El is érkeztünk a felzabi következő helyszínére, ez egy igazi nyáresti, kiülős, meccsnézős hely lesz, ami nem más, mint a kertem.
meg is kaptuk az ételeket, ilyen kis balkáni életérzés igazából az egész. Van itt egy pikáns kolbász, egy balkáni burger, ami gyakorlatilag egy peskavica pitában, meg kaptunk tapaszokat, itt van egy kevés padlizsánkrém, humusz, meg caciki, és tudom, hogy alapvetően ez lenne az előétel, én nem ezzel fogok kezdeni, mert szeretném még melegen megenni a kolbászt és a burgert, úgyhogy most a kolbászra megyek rá először. Nagyon tetszett ez a kolbász, brutál jó volt hozzá ez a házi kislepény, tényleg nagyon levegős, abszolút nem volt ez a kiszáradt téma, amit alapvetően a kolbászok mellé szoktak kínálni a legtöbb vendéglátóhelyen, és a kolbászról még annyi érdekesség, amit nem árultam el a videó elején, hogy ez marhából készült, ez is ad neki egy kis különlegességet, hogy nem az a klasszik sertéskolbász, nekem alapvetően nagyon bejött, gondoskodtak még itt a vitamin bevitelünkről is mellette, csomó zöldséggel, viszont most menjünk tovább a burgerre. Ennél a balkán burgernél is ugyanazt a kis lepényt használják, mint az előző kajánál, ez már ott is baromira tetszett. A hús is nagyon jó benne, brutálisan szaftosra van sütve, annyi, hogy nekem annyira nem ízvilágom a fűszerezés, de ez abszolút nem zárja ki azt, hogy másnak tetszen. Tényleg az egész nagyon-nagyon szaftos, viszont szószok nélkül érkezik, arra figyeljetek, ott a pultnál nyugodtan tudtok bele nyomni magatoknak, és szerintem az íze véget el is fér benne. Az utolsó tétel pedig a tapasztál, ahhoz is kapunk ezekből a nagyon király kis lepényekből, és van hozzá három mártogatós, van egy padlizsánkrém, egy humusz és egy caciki, meg kapunk mellé egy kevés salátát is. Arra egyébként szintén a pultnál tudtok dobni hagymát, olívaolajat, balzsamecetet, szóval abszolút variálható minden, de kóstoljuk meg. Amit itt kiemelnék a krémek közül, az nem más, mint a caciki, ennek szerintem brutál jó állaga van, abszolút autentikus hozzá ezt a sűrű, igazi görög joghurtos ízvilágot, és egyébként a többi szósz is teljesen rendben van, tök jó őket mártogatni a pitával, Szabi itt ráfanyalodott arra, hogy uborkával mártogatja a humusz, szerintem az is egy tök jó ötlet, és amúgy brutál hangulatos itt ez az egész, ebben a zöld kertben ülni, kicsit ilyen nosztalgikus élményeket hoz, mi régen Balatonon családdal mindig kivittük a teraszra a tévét, ettünk, néztük a meccseket, esetleg filmeket, és itt is gyakorlatilag ugyanezt tudjátok csinálni, mert van egy színpad a kertben, amin lesz egy baromi nagy tévé, és ezen fogjátok tudni nézni az NBA meccseket. És akkor menjünk is tovább a következő helyszínünkre. Meg is érkeztünk a harmadik helyszínünkre, ami nem más, mint a Budapest Garden. Rengeteg itt a lehetőség, több vendéglátója is van, úgyhogy mit szólnátok, fiúk, hogyha mindenki hozna valahonnan valamit, ami a szívének kedves. Ajra! Meg is vagyunk. Én egy nagyon klasszik sajtos tejfölös lángost hoztam. A srácokkal már egyeztettem, hogy ők mit választottak. Szabi egy ementáli burgert kért, békönnel, hozzá egy kis sült krumplit, wasabis majonéz, Titu pedig egy Juicy Lucy burgert, hozzá édes burgonyával és csipotle majonézzel. Én mégiscsak a sajátommal szeretnék kezdeni. Ez a lángos, ez alapvetően pont az én ízlésvilágomnak megfelelő. Én az olajban sült cuccoknál szeretem, hogyha valamennyire azért ropognak, valahogy ez a puha téma olajból kiszedve az nekem annyira nem adja. Ennek viszont tök jó ropog a széle, de belül egyébként légies. Alapvetően a klasszik balatoni vizes lángosnál egy picit tömörebb a tésztája, mert kerül bele tej és burgonya, ez ízében viszont sokkal többet ad vissza, mint amennyit úgy alapból az egészből elvesz. Nekem tejfölből egy picivel több elfért volna a tetején, viszont sajtból abszolút nincsen hiány, nagyon durván meg van pakolva. Arról még nem esett szó, hogy honnan érkeztek a kaják. Ez a lángos a Langfangtól jött. Náluk az a különleges, hogy tényleg mindenmentesen tudtok lángosokat kérni, gluténmentesen, laktózmentesen és vegán opció is van, és ki van írva a vegán meg a mindenmentes lángosoknak az összetevői, tehát hogy tényleg bármilyen érzékenységgel nyugodtan fogjátok tudni kikérni a lángosotokat. Most pedig jöhet a Deep Burgernek a Juicy Lucy hamburgere, hozzá kértünk egy kis chipotle majonézt, ugye, és egy kevés édes krumpli is jár hozzá. Én alapvetően ezzel szoktam kezdeni, úgyhogy kóstoljuk meg a krumplit a szósszal. Nagyon király ez a chipotlés majonéz, egyébként személyesen a kedvenc mártogatósom, úgy kb. Mindenhol ezt szoktam kérni. Az édes burgonyasábot is nagyon szeretem, ez egy hangyányit lehetne nekem ropogósabb, viszont menjünk rá a burgerre. Ez a burger pont olyan volt, mint ami ennek egy Juicy Lucy-nak kell lennie. Tök jó volt a húsban a sajt, alapvetően emellett is szaftos volt a húspogácsa, és tele volt szósszal, alapvetően egyébként egy ilyen jalapeños, mustáros ízvilág,
folyt össze-vissza, tényleg egy tökéletes burger, amit nem tudsz normálisan megenni, és azt is kiemelném, ami a legtöbb helyen nekem a legnagyobb kritika szokott lenni, hogy nem jó a zsemle, itt viszont ez nagyon ízlett, tök puha volt, levegős volt, szóval nekem ez tökéletes. És akkor jöjjön a panírból egy bacon cheeseburger rántott ementálival. Tehát a három kaja közül a személyes kedvencem az ez lett. Nagyon jó ez a ciabatta, szerintem baromi jó ötlet, hogy nem még egy hamburger bucis téma, brutálisan puha, nagyon jó benne a sajt, és van egy elméletem, amit egyébként a fiúk is megerősítettek itt, hogy a legtöbb helyen a coleslaw-t nem ízesítik normálisan, és ezt simán megenném úgy is, hogy nem a szendvicsben van, brutálisan jó íze van, a bacon kicsit kikerekíti, és érdemes azt is megjegyezni, hogy a panírban minden airfryerben készült, tehát nem kell gyakorlatilag semmi olajat bevinnetek, max ami a baconből kisült, meg esetleg amennyi a majonézbe van, de hogy így tényleg ennyi. Szóval szerintem ez egy brutál jó opció, hogyha esetleg diétáztok is, a krumpli is teljesen jól működik így, meg ez a wasabi is majonéz is hozzá. A kajákat szerintem már rendesen kiveséztük, viszont rengeteg dolog van, amiről érdemes még itt dumálni, főleg foci meccsnézés tekintetében, 5 darab különböző szurkolói szektor lesz, ledes kivetítőkkel, és mindenki megtalálja itt a számításait, az is, aki esetleg nem akar meccset nézni, hiszen beülhet egy italra, gördeszkázhat, focizhat, röpizhet, minden lehetősége megvan, hogy elfoglalja magát, akár grillezni is lehet, vagy bográcsozni, amihez az alapanyagokat kell csak hozni, mert az eszközöket biztosítják, lehet hozni a kutyát, tarajos sült állatkertet, amit akartok. És induljunk is el az utolsó felzabi helyszínre. Időközben elszáguldottunk ide a római partra, itt lesz az utolsó helyszínünk, ami nem más, mint a Mi Amor, nézzük meg, mit adnak. És meg is hoztuk a kajákat, az első egy főleves, amit tudom, hogy nem tipikusan egy meccsnéző snack, viszont azért megvan az a szituáció, hogy előbb érsz oda egy kicsit, mint a haverjaid, éhes vagy, az erre az alkalomra tökéletes, és én borzasztó sok főlevest végigkóstoltam már Pesten, úgyhogy nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, hogy ez hova kerül a mezőnyben. Bevallom őszintén, meg vagyok lepve, mert Budapesten szerintem most már nagyon-nagyon ritkán lehet jó főlevest találni, és ez amúgy nagyon helyén van, baromi jó állaga is van a lének, érezni, hogy sokat főtt, jó kollagénes, és a másik problémám, ami szokott lenni még főlevesekkel, az az, hogy gyakorlatilag egy húslevest kapunk, nem elég fűszeres, ez viszont, ennek viszont tényleg nagyon-nagyon jó íze volt, jó állaga volt a marhának, a tésztának, az egyetlen egy kritika, amit tudnék hozzáfűzni, hogy nekem több koriander férne el benne, de ez majd csak a személyes ízlésem, úgyhogy ez nagyon rendben volt. Most pedig jöjjön a tavaszi tekercs a szokásos kis csilis mártogatóssal. Ez hozza az elvártat, tök jó ropogós kívül, és hogyha megnézitek, akkor nincs túltolva benne a tészta, a hús is jó benne, nagyon jó kis umamit biztosít neki a gomba, a kis csilis szósz az meg szokásosan tök jó hozzá. Az utolsó kaja a mai nap pedig egy wrap lesz, és amúgy arról fontos kicsit dumálni, hogy itt a Mi Amorban is két vendéglátó egység van, az előző ázsiai kaják a Mi Amor bárból, ez pedig a Las Vegasból van. Ez elvileg egy rántott rizsfehérjés jégsalis wrap, van benne egy kis paradicsom, meg vegán majonéz is. Ezt nagyon kíváncsian várom, mert amúgy nem vagyok egy vega arc, és még nem ettem ilyet, úgyhogy nézzük meg. Abszolút kellemes meglepetés volt egyébként ez a wrap, tök jó volt benne ez a rizsfehérje fasírt, nem mondom, hogy emiatt leállnék a húsfogyasztásról, de egyébként simán el tudom képzelni, hogy ha tartanék egy húsmentes napot, akkor beiktatnám az étrendembe, tök jó volt így a zöldségekkel, főleg ebben a wrapben, mert hát igazából wrapben minden jó, úgyhogy nekem ez tényleg abszolút tetszett. Meccsnézés tekintetében meg, hogyha egy kicsit itt félre néztek, akkor láthattok egy ilyen félig zárt teret, tök jó, mert szellőzik, de mégsem áztok meg, ha eső van. Itt van egy baromi nagy kivetítő, és itt tudjátok nézni a meccseket, közben enni a király kajákat, mögöttetek a Dunapart, úgyhogy szerintem ez is egy tökéletes opció a meccsnézésre. Hát szerintem méltó lezárása volt a mai felzabinak itt a csodálatos Dunaparton vacsorázni, és szerintem méltó helyeket is találtunk a meccsnézésre. Ti írjátok meg, hogy szerintetek kinyeri az EB-t, és hogy tetszettek a helyek. Köszi, hogy megnéztétek, kövessetek minket mindenhol. Sziasztok! A videót a Coca-Cola Zero támogatta.